Szeretettel köszöntöm Önöket a házigazda Szent Adalbert Központ és a szervező Laska Josvát Antikvárium nevében. Idei esztendőben ez az utolsó program, amire invitáltuk Önöket, de lesz jövőre is folytatás. A honismereti előadás sorozatot januárban indítottuk útjára, és most így az év vége felé közeledve visszatekintve azt látom, hogy 14 előadás volt, más-más előadókkal, más-más témák. Az előadókban talán egy kivétel van. Az első előadónk, akit újfent nagy örömmel köszönthetek, Székely János atyát. És ugyancsak visszatérő vendégünk, mondhatni házi muzsikusunk, Pálmai Árpád tanár úr. Fogadják őket szeretettel. Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntök én is mindenkit ezen a mai estén. A sorozat címe ez volt, Esztergom kincsei.
És úgy gondolom, hogy Esztergomnak a legnagyobb kincsei az itt élt nagyszerű emberek, elsősorban a szentek. Régi rómaiak használták ezt a kifejezést, hogy genius loci, a hely szelleme. Esztergomnak van egy különleges kisugárzása. Ennek a helynek valóban van szelleme, és ezt leginkább az itt élt szentek adják. A mai estén szeretném megszólaltatni egy kicsit Esztergomnak ezeket a szentjeit, hogy szóljanak hozzánk, szóljon hozzánk is a hely szelleme. Az ő példájuk és életük mindannyiunkat, akik ezen a földön, ezen a helyen élünk, hív és kötelez. A legelső ezeknek a nagyszerű embereknek a sorában Szent István király, aki itt Esztergomban született, Géza fejedelemnek a kicsi palotájában, ami nem volt nagyobb, mint egy nagyobb fajta parasztháznak a mérete, az esztergomi várhegyen, amelynek az alapjait a régészeti feltárás meg is találta. Nem tudjuk pontosan Vajknak a születési évét, 969 és 975 közé teszik. Itt volt Vajk keresztelője, ezt se tudjuk egészen pontosan, de feltehetően egészen kicsi gyermekként, és valószínűleg ebből az alkalomból keresztelkedett meg, vagy ezzel együtt Géza fejedelem, illetőleg sok más magyar nemes is. Itt volt Vajknak, illetőleg Istvánnak az esküvője 996-ban Boldog Gizellával. Itt volt az ő királlyá koronázása, vagy 1000 karácsonyán, vagy 1001 január 1-én. Nagyon sokat tudunk Szent István életéről, a legenda Májorból, a legenda Minorból, a Hartwig féle legendából, illetőleg elég sok levélből, amelyet vagy ő intézett más uralkodókhoz, személyekhez, vagy ő hozzá érkeztek. Tudjuk például azt, hogy István, ha egy helyre megérkezett és látta, hogy ott van templom, akkor mindig bement. Soha nem ment el templom mellett, így írja a legenda, anélkül, hogy be nem ment volna. És mindig a templomban letérdelt, és azt írja a legenda, hogy igen gyakran könnyek között imádkozott. István ilyen ember volt, számára az egyik legboldogítóbb pillanat az volt, ha talált egy templomot, oda azonnal be akart menni, ott le akart térdelni. Szintén leírják a legendák, hogy gyakran, ha valahol úton volt, és sátorban aludt, esténként kiment. A sátorból mezőre gyakran így látták, hogy ott kint szabad ég alatt imádkozik. Egy másik legenda azt írja le, hogy éjszaka gyakran látták őt titokban imádkozni. Egy másik és érdekes részlet, amit több legenda említ, több életrajz megemlít, az az, hogy István nagyon sokszor adakozott a szegényeknek. Ki is jelölte, hogy mennyit kell kiosztani a szegényeknek, ehhez ragaszkodott, hogy az ő házából, palotájából szegény üres kézzel soha ne menjen el. De néha úgy érezte, hogy keveset adnak az erre kijelölt emberek. És volt olyan eset, hogy este álruhában ő maga ment ki, hogy a szegényeknek adjon. És a legenda leírja, hogy egy ilyen alkalommal szegények kicsit elvadult, elkeseredett állapotban látták, hogy ennél a furcsa embernél van pénz. Rárontottak, alig akarták elengedni, szakállát is jól megtépték, alig tudott visszaszökni a palotába. Szent István egy lelkeméjéig keresztény ember volt, nem taktikából, nem politikai számításból, egy lelkeméjéig keresztény uralkodó. Rengeteg szentéletű szerzetest, papot tudott Magyarországra hozni. Egy nagyon nagy célja volt. Sokfelé írt, hogy akik szeretnének segíteni a magyar egyház megerősítésében, azok bátran jöjjenek. Így kerül ide, még nyilván nem az ő meghívására, hanem más okokból, de hasonló céllal Szent Adalbert.
erről volt szó a legelső alkalommal, egy nagyon gondviselésszerű találkozás a fiatal Szent Istvánnak a fejlődése, kibontakozása során. És talán nem tévedünk sokat, nagyon sok történész ezt állítja, hogy Szent Istvánt emberileg szólva elsősorban Szent Adalbertnek köszönhetjük. Aki egy rendkívül művelt ember volt, járt Rómában, ismerte a pápát, rokona volt a német-római császárnak, tehát az, hogy mi az akkori Európa, azt Adalbert gyönyörűen el tudta mondani Szent Istvánnak. És biztos, hogy István világképe és az uralkodói gondolatai ekkor születnek. És hát ezen felül Adalbert egy rendkívül okos és nagyon szent életű pap volt, egy lángoló lelkű pap, akitől István ezt a tüzet átveszi. Nem véletlen, hogy a legelső székesegyház, amit épít, pontosan itt Esztergomban, a Szent Adalbert tiszteletére fogja szentelni. Hasonló módon érkezik Magyarországra Gellért, illetőleg marad itt. Gellért, tudjuk, hogy egy hajótörés folytán 1015-ben Isztria mellett Szent András szigetére veti ki őt a vihar. És pont ott van a pannonhalmi apát. És hát ő beszél Gellértnek arról, hogy magyar honban az emberek mennyire éhezik az evangéliumot, itt lenne igazán nagy szükség papokra, szerzetesekre. És van egy nagyszerű királyunk, István, aki az egyházat erősíti, védi, oltalmazza. És Gellért nagy nehezen igent mond erre, neki a nagy vágya az volt, hogy Szentföldre menjen, de végül is igent mond, és eljön először Pécsre, ahol találkozik Boldog Mórral, ami valószínűleg már is megdöbbenti Gellértet, hogy itt szentek élnek, ebben az országban szentek élnek. És aztán eljut Fehérvárra. Méghozzá augusztus 15-ére érnek oda, Nagy Boldogasszony ünnepére. És István rögtön mondja Gellértnek, hogy akkor mai napon prédikáljon ő. Így is történik, Szent Gellért prédikál, és olyan ámulatba ejtően beszél, István döbbenettel hallgatja, és a végén egyből megszületik benne a gondolat, hogy ezt az embert, ezt itt kell fogni, ez egy akkora kincs. Őt Magyarországon kell fogni, ha csak lehet. És hát megkéri őt nem sokkal később, hogy a nagy kincsének, Szent István legnagyobb kincse Szent Imre volt, akire rá akarta hagyni örökségként a művét, rá akarta bízni a keresztény Magyarország építését, a legnagyobb kincsének, Imrének legyen a nevelője. Így marad nálunk Szent Gellért, a magyar egyház történetének szintén egyik alapvető alakja és építője. Fönnmaradtak Szent István királynak levelei, amelyeket Szent Odilónak, a klünyi apátnak küldött, illetőleg olyan levelek, amelyeket Odilótól ő kapott. Klünyi akkoriban az egyházi megújulásnak az egyik nagy központja volt, és Szent István ezt megérezte. Ebben is látjuk az ő tisztánlátását, az a reform, ami elindul az egyházban majd a 11. század második felében, az ott Klünyiben kezdődik. És István érzi azt, hogy ez a mai egyháznak az egyik legélőbb magja, és az apáttal kapcsolatban van, nem utolsó sorban azért, hogy erekjéket kérjen tőle. Ezt is tudjuk Szent Istvánról, hogy nagyon sok felől próbált erekjéket kapni. És nem ritkán például, ha háborúba ment, vagy valami úton volt, akkor magával hozta az erekjéket. Megint csak látszik a szent életű ember, aki szentek oltalmában akarta járni az élete útjait. Szent István uralkodói tetteinek egy nagyon nagy része az mind vallási jellegű. Egyházmegyéket alapít. Elrendeli, hogy 10 falu építsen templomot, és az emberek járjanak misére. Pannonhalmát, Szentmártonhegyi kolostort erősíti, segíti.
millió rendelkezése erről szól, hogy a hitet erősítse. Négy nagy zarándokházat létesít. Jeruzsálemben, Konstantinápolyban, Ravennában és Rómában. Szintén tudja, hogy egy népnek a vallási életéhez mennyire fontos, hogy a szent helyekre az emberek eljussanak. Ott föltöltődjenek, a kereszténység szent helyeivel kapcsolatban legyenek. Szent István soha hódító hadjáratot nem indított senki ellen. Annak ellenére, hogy ekkoriban ő volt Európának az egyik legerősebb uralkodója. Ezt látjuk onnan, hogy a német-római császár, II. Konrád megtámadja Magyarországot 1030-ban. És a győri csatában a magyarok tönkreverik a német-római császár seregét. Egy hatalmas győzelmet aratnak fölöttük, Európának a csúcshatalma fölött, a német-római császár fölött, a magyarok könnyedén és erőteljesen győznek. Magyarország Európának az egyik legerősebb országa volt ekkoriban. Szent István könnyen megtehette volna a kísértést, talán más uralkodóban föltámadt volna, ahogy tudjuk, hogy később ez nem is ritkán megtörtént, mondjuk Mátyás király engedett hasonló csábításoknak, megtehette volna, hogy hódít, hogy támad. Szent István soha nem indított ilyen hadjáratot. Az erejét soha nem akarta más népek ellen fordítani. Úgy gondolom, hogy Szent Istvánnak az üzenete, amit kiállt felénk 1000 évvel ezelőttről, az nagyjából ez, hogy amire az életünket, a családjainkat építeni kell, az mindenek előtt a hit sziklája. Jézust kell beengednünk, Istent kell beengednünk az életünkbe és a történelembe. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta a legelső nagy megszólalásában, ne féljetek, nyissátok meg a kapukat Krisztus előtt. Tárjátok ki előtte a kultúra, a társadalmi élet, a tudomány széles világait. Nyissátok ki a kapukat Krisztus előtt. Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberben. Egyedül ő tudja. Az ember szívét az Úristen Krisztusban teremtette, szeretetre teremtett minket. Az ember szíve nyugtalan, amíg ő rá nem talál. Egy társadalom akkor lesz a helyén, hogyha Krisztus felé kinyitja a kaput, egy ember akkor lesz a helyén, ha ő feléje kinyitja a lelkét és az életét. Boldog Gizella, Szent Istvánnak a felesége. Különleges családból származik. Édes testvére Gizellának Szent II. Henrik, német-római császár. Neki van egy szent testvére. Ezen kívül a testvérei között van egy püspök, egy augsburgi püspök. Van egy apátnő, regensburgi apátnő Brigitta. Van egy nagynénye, aki szintén apáca, akiről majd hallunk is az élettörténetében, Gerberga. A nevelője Szent Wolfgang, egy szent életű szerzetes nevelte. Fiatalon Gizellának a nagy álma az volt, hogy apáca lesz. Soha nem akarta a kolostort elhagyni. Boldog Gizella egy ilyen környezetből jön. Egy szent életű családból, megint csak a német-római császárságnak egy nagyon jó időszakából. Ez a II. Henrik, ez egy Szent Istvánhoz hasonló, mélyen vallásos uralkodó volt, az ő testvére, Boldog Gizella. 996-ban érkeznek Géza fejedelem követei lánykérőbe, hogy Gizellát elhozzák Szent István feleségeként. Eleinte a család nem nagyon akar erre a kérésre igent mondani. Az egyik fő ellenzője a házasságnak, az pontosan az apáca, nagynéni, Gerberga nővér, aki azt mondja, hogy nem szabad ezt a lányt föláldozni.
egy ilyen barbár országba, barbár fejedelemhez hozzáadni, nem szabad Gizellát ilyen helyzetbe hozni. Aki viszont a házasság mellett érvel, és akinek valószínűleg döntő a befolyás ezen a téren, az Szent Adalbert, aki, ahogyan tudjuk, járt a magyar királyi udvarban 994-95-ben, tehát nem sokkal a lánykérés előtt, ismeri Gézát, ismeri Szent Istvánt. Tudja, hogy hova kell mennie Gizellának. És ő Gizellát meggyőzi arról, hogy egy nép keresztényé tételében segíteni, ez sokkal több, mint a csendes magányban pusztán apácaként leélni az életét. Bátran menjen, mert neki ott küldetése van. Így úgy félig meddig igent mond a család, de azért még nem végleges az egyetértés. Úgyhogy amikor megjön Szent István király, akkor elhatározzák, hogy még egy próbára teszik. Amit pont a nagynéni Gerberga apáca főnöknő talál ki, mégpedig megszervezik a találkozást olyan módon, hogy Gizella éppen apáca ruhában egy kereszt előtt letérdelve imádkozik. És István így érkezik meg a kolostor udvarra hátulról, ezt látja, hogy Gizella ott térdel és imádkozik. És kíváncsiak a rokonok, hogy ez a barbár fejedelem mit fog most csinálni. És mi történik? Szent István azonnal lecsatolja a kardját, és vagy 2 méter távolságban Gizella mögött ő is letérdel, és imádkozik, és megvárja, amíg ő befejezi az imáját. Az apátnő ezen eléggé megdöbben, látja, hogy nem is annyira barbár ez a fejedelem, és végül is elengedik Gizellát magyar honba. Az eljegyzés még ott történik, és hát maradt erről egy korabeli, illetőleg nem sokkal később készült festmény Regensburgban, az Alte Kapellében található. Érdekessége az, hogy Gizella körülbelül egy fejjel magasabb, mint Szent István. Egy ilyen délceg, nagyon magas asszony volt, aki Szent Istvánnak a társa, felesége, ennek az első magyar szent családnak az édesanyja lett. Tudjuk azt, hogy Gizella városa, ahol ő sok időt töltött, és amit sok adománnyal, segítséggel el is halmozott, Veszprém lett, és Gizella volt a felügyelője a templomok szent ruhákkal való ellátásának. Százával készítették a miseruhákat az épülő templomok számára. Szent István halála után Gizellának a szándéka az volt, hogy marad Magyarországon, és sokáig ki is tartott. Tudjuk azt, hogy eléggé fájdalmas események történnek Szent István halála után. Orzeoló Péter, aki ugyan keresztény, de a trónra teljesen alkalmatlan, a magyarokat nem nagyon szereti, rengeteg konfliktusba kerül. Utána jön Abba Sámuel, aki szintén egy eléggé véreskezű uralkodó volt, hogy magyar nemeseknek a százait végezte ki. Szent Gellért egy alkalommal nem volt hajlandó őt a húsvéti áldozásban részesíteni. Mondta, hogy a kezed csupa vér, így nem imádkozhatsz. A tolmács nem merte fordítani Gellértnek a latinul mondott szavait. Gellért ezt észrevette, hogy megakadt a tolmács, és rákiáltott, azt mondta, hogy féld az Istent, és fordítsd le a szavaimat. Abba Sámuel is döbbenettel hallgatta, ahogy Gellért a fejére olvassa a bűneit. Aztán nem sokkal később jön a vataféle lázadás. Közben a magyar nemesek úgy döntenek, hogy Gizellát gyámság alá helyezik, mert ő elég bőkezően próbált a szegényeken segíteni, illetőleg ez volt az ürügy, hogy túl sokat ad a királyi udvarnak a kincstárából. Ekkor dönti el Gizella, hogy nem marad tovább, úgy érzi, hogy a kereszténység, amit ő meg Szent István próbáltak a magyarságnak átadni, úgy néz ki, hogy nem kell senkinek.
ekkor megy vissza Passauba, és ott kolostorban tölti az élete hátralévő részét, 1059-ben hal meg. Az első magyar szent családban ott van az édesanyja, erről sokszor megfeledkezünk. Abban, hogy Szent Imre szent lett, abban nyilván ott van az édesanyának is az óriási hiteles személyisége, a nagyon mély vallásossága és hite. Hogy Szent István a művét végig tudta vinni, nagyon sok konfliktus és nehézség mellett is. Abban is ott van ennek az erős lelkű, nagyon mély hitű asszonynak a szeretete, hűsége. Gizella szintén 1000 év távlatából kiállt, főleg az asszonyoknak, feleségeknek. Az, hogy egy család milyen lesz, az nagyon nagy mértékben az édesanyám múlik. Hogy milyen lesz az a férj, boldog lesz-e, kiteljesedik-e az élete, vagy megkeseredik, magába zárkózik. Hogy milyenek lesznek a gyerekek, ez nagyon nagy mértékben az édesanyán múlik. Szent Imre ennek a családnak az egyetlen felnőttkort megérő fiúgyermeke. Sokféle történet maradt fönn vele kapcsolatban, például Veszprémben a Szent György templomban imádkozott, és azt kérdezte, hogy mi a legértékesebb dolog, amit Istennek adhatnék. És hall egy mennyei hangot, ami válaszol, hogy a legdicsőségesebb dolog a szűzesség. Ezért akarom, hogy testednek és elmédnek tisztaságát ajándékozz nekem, és ebben az elhatározásodban megállj az egész életed folyamán. A fiatal Szent Imre ezt a hívást kapja Veszprémben, és e szerint éli az életét. Sok történész szerint a győri csatának az egyik hadvezére a Szent Imre volt, az 1030-as győztes győri ütközetnek. Ismerős talán a pannonhalmi látogatás Szent Mór, akinek a gyermek Szent Imre 7 csókot adott, jelezve ezzel, hogy ő a legszentebb a szerzetesek között. Szent István ezt ki is akarja próbálni, és valóban megbizonyosodik róla, hogy a fia fölismerte a legszentebb, a legtisztább szerzetest ott a pannonhalmi kolostorban. Szent Imre életéből azonban az egyik legfőbb tanúság, amit szeretnék továbbadni, az pontosan az édesapának, Szent Istvánnak a döntése vele kapcsolatban, illetőleg Gellért fölkérése arra, hogy Szent Imre nevelője legyen. Szent István tudta, hogy az ő legnagyobb kincse emberileg szólva, az ország jövőjének emberileg szólva a kulcsa, az a fia. És ezért a legszentebb, legműveltebb papját azt nem megyéspüspöknek szánta, nem apátnak, nem valami nagy beosztásra, hanem erre kérte, hogy a fiát nevelje. Azt gondolom, hogy Szent Imre életének az egyik nagy tanítása pontosan ez. Ezt üzeni az ő élettörténete a mai szülőknek. A legnagyobb kincsünk, amitől a jövőnk függ, a gyermekek, az unokák. Nem csak idegen nyelvekre, meg komputerek használatára kellene őket tanítani, hanem arra is, hogy mit jelent embernek lenni, hogy miért élünk és merre felé kell az életünk útját irányítanunk. Szent Gellért Velencében születik, 5 éves korában nagyon súlyosan megbetegszik, és a szülei egy fogadalmat tesznek, hogyha életben marad, akkor Istennek szentelik. Így is történik. És Gellértet, aki akkor még a György névre hallgat, 5 évesen adják be a Szent György szigeten levő bencés kolostorba. 5 éves korától ott él. És ezt a hivatást teljesen magáévá teszi, egy nagyon intelligens és szent életű bencés lesz belőle.
Ahogy említettem, 15 éves akkor, amikor az édesapja a Szentföldön meghal. Ekkor veszi föl a Gellért nevet, és ettől kezdve van benne az óriási vágy, hogy Szentföldre valamikor eljuthasson. 25 évesen, tehát nagyon-nagyon fiatalon perjel a kolostorban. Ő az oktatásnak a legfőbb irányítója. 32 évesen pedig szintén rettentő fiatalon apát az egész kolostornak, a Szent György kolostornak az apátja. És ezután 3 évvel történik, tehát alig 3 évig apát, amikor érzi a küldetést, hogy menjen a Szentföldre. És lemond az apáti tisztségről, hajóra száll és elindul. Azonban viharba keverednek, így kerül el Gellért, aztán Magyarhomba, mint Szent Imre nevelője, aztán Bakonybéli remete, aztán Csanádi püspök, és végül vértanú. Szent Gellért fölismeri azt, hogy az ő igazi szent földje az Magyarország lesz. Ez az a hely, ahova Isten őt küldte. Lehet, hogy egy viharon, egy hajótörésen keresztül, egy szent életű királynak a hívásán keresztül az Isten őt ide hívta. Felismeri, hogy az a szent föld, ahova neki mennie kell, az Magyarország. Szent Gellért életének az egyik nagy üzenete a számunkra ez. Az a hely, ahova Isten minket küld, az a föld, ahol vagyunk. Azok az emberek, akikhez Isten küld, az a családod, a szomszédok, az ismerősök, a nehezen elviselhető embertársak. Ez az a szent föld, ahova Isten minket küldött. Az életünknek a legfőbb célja az, hogy megtanuljunk szeretni, az életünket odaadni. A többi az mind csak körülmények, esetleges díszletek. A legfontosabb, aminek az életünk során történnie kell, az az, hogy az életünket odaadjuk nagylelkűen, bőkezűen. És még egy szentet említenék, így az előadás első felében, a kezdetek idejéből, Szent Adalbert. Hosszasan hallottunk róla a legelső előadásban, csak annyit említenék meg vele kapcsolatban, hogy látszólag Adalbert élete csupa kudarccal van tele. Semmi nem sikerül neki. Prágát, a székvárosát nem tudja keresztényé tenni, újra és újra onnan elmenekül. Fél rokonságát kiírtják. Prágában Adalbert egy totális kudarcot szenved. Rómába megy, ahol a nagy álma, hogy csendesen, szerzetesként éljen, megvalósulni látszik, nagyon-nagyon boldog az Aventinus hegyi kolostorban, de a pápa újra és újra visszaküldi őt Prágába. Nem engedi őt ebben a csendes, békés magányban maradni. És aztán a mai Lengyelország északi területeire megy, a frízek megtérítésére néhány hónapos működés után pogányok rájuk törnek és megölik őt is, a kísérői közül is nagyon sokat. Látszólag Adalbertnek semmi sem sikerült. És mégis Adalbert élete titokzatosan gyönyörű és hatalmas gyümölcsöket termett. Megalapította Prága mellett a Brevnovi kolostort, ahol rengeteg szent életű, szerzetes növekedett föl és élt, és közülük kerültek ki a közép-európai születő keresztény királyságoknak az első fontos püspökei, apátjai. Magyarországnak is nagyon sok egyház fője, több esztergomi érsekünk, több pannonhalmi apátunk, az a Brevnovi kolostorból, Szent Adalbert társai közül jön. Hatalmas kisugárzó központ lett ez a kolostor évszázadokon át Közép-Európa számára.
Egy második meglepő gyümölcs, amire valószínűleg soha nem számított volna, a gnyeznói sírja, ahova elzarándokol harmadik Ottó német római császár, aki őt jól ismerte, és annyira megrendül, ahogyan ott van a barátjának, Szent Adalbertnek a vértanúsága hallatán, meg a sír láttán, hogy végül is ott engedélyezi azt, hogy a lengyel egyház önállósuljon. És így alakul meg az első érseksége, az első független érseki tartomány Lengyelországban, amelynek a központja Gnyezno lesz, és az első érseke nem más, mint Adalbert féltestvére, Gaudentius. És titokzatosan Adalbert közreműködik abban, hogy az önálló lengyel egyház megszülethet. De az életének a leghatalmasabb gyümölcse az nem más, mint a mi Szent István királyunk. Az a rövid látogatás, amit itt Esztergomban tett, az kitörölhetetlen nyomot hagyott Szent Istvánban. Adalbert élete talán leginkább ezt üzeni nekünk, hogy lehet, hogy az életünkben sok minden félre sikerül, nem sikerül. Sok mindenben kudarcot vallunk. De ami az életünkben igazából hiteles, az a maga idejében gyümölcsöt fog hozni. Annak lesz hatása. Nem olyan hatása, mint a puskagolyónak, olyan, mint a búvó pataknak, amit elvetünk a világ szántóföldjébe, elvetünk egy-egy ember szívébe. Ott marad, és a maga idejében majd termést hoz. Ami az életünkben valóban igaz, szent és jó, az a maga idejében gyümölcsöt fog hozni. Esztergom szentjei szólnak hozzánk és hívnak minket. Lehetne sorolni még az Árpádházi szenteket, most nem megyek ezen a soron tovább. Nem is tudjuk egészen pontosan, hogy Szent László például, vagy Szent Erzsébet, hogy tartózkodtak Esztergomban mennyi időt. Feltételezhetjük, hogy a legtöbb Árpádházi szent megfordult ebben a városban, de az előadás második felében majd egy kicsit ugrunk a történelemben, és további szenteket veszünk sorra. Adjunk tiszteletet Adalbert püspöknek, ki a hitet hozta a mi nemzetünknek, életét áldozva Krisztus szent ügyének, elvetette magját kereszténység. Dicsőséges asszony, magas csillagok felett, ki téged teremte hívséggel, szoptat át szent emlőddel, melyet szomorú Éva elveszte, te meglelít szent szüléseddel, hogy mennybe menjenek síralmasok, mennek ablaka lettél. Te magas mennyország kapuja, és mennyország fényes ablaka, de minket ellenségtől oltalmaz, halálunk idején fogadj. Dicsőség néked, Uram, készülettél szűztől,
Atyával és Szent Lélekvel, öröktől örökké. Magyar erdők mélyén fehér lángok gyúlnak, boldog özséb remedélyé imára vonulnak. Boldog özséb áldott atyánk, esedezve kérünk, gyűjtsed össze imádságra árva magyar népünk. Magyar lelkek mélyén fénylő tüzek gyúlnak, nagyasszonyunk lovagjai atyuknak hódolnak. Boldog özséb áldott atyánk, esedezve kérünk, gyűjtsed össze szeretetben árva magyar népünk. Magyar élet mélyén izzó tüzek gyúlnak, Krisztus király hű fiai özséből imádnak. Boldog özséb áldott atyánk, esedezve kérünk, gyűjtsed össze élő hitben küzdő magyar. Megemlítenék egy olyan történelmi szemét, aki nem szent, de a szenti avatása elindult, és talán kevéssé is ismert számunkra, Bánfi Lukács esztergomi érsek. Párizsban tanult 1150-től együtt azzal a Becket Szent Tamással, aki angol egyház főként, Canterbury érsekként küzd majd az egyház szabadságáért, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy Bánfi Lukács itt Esztergomban küzd a magyar egyház szabadságáért, tisztaságáért. Bánfi Lukács 1158-tól esztergomi érsek, meggyőzi az akkori uralkodót, II. Gézát, hogy a törvényes pápa mellé álljon, az ellenpápa táborából visszahozza őt a törvényes római pápa oldalára. Sajnos azonban nem sokkal később egy új király követi II. Gézát, II. László, akivel rengeteg gondja van Bánfi Lukácsnak, főleg azért, mert ez egy nagyon pénzéhes uralkodó, az egyházi kinevezéseket nem teszi meg, hanem világiaknak adja az egyházi javadalmakat, apátságokat, püspökségeket, és aztán a világi kommendátortól a jövedelem egy jó részét kéri jutalmul a királyi kincstárba. Bánfi Lukács rettentő bátor és nyilván abszolút esélytelen küzdelmet vív, több alkalommal kerül börtönbe a király rendeletére. Egyébként is egy nagyon szent életű püspökről van szó, rögtön a halála után elindul a magyar népben ez a vágy, hogy őt szentté avassák. 1231-ben Róbert esztergomi érsek, aki valószínűleg az aranybullának is a megfogalmazója, ő az, aki elindítja hivatalosan Róma felé az eljárást, azonban a tatárjárás ezt is teljesen elvágja, és sajnos az eljárás nem folytatódik.
Miért említem az ő alakját? Mert úgy gondolom, hogy kicsit előre vetíti Mindszenty hercegprímásnak az alakját, aki szintén küzd az egyházért esztergomi érsekként. Ahogyan Becket Szent Tamás, a király által meggyilkolt canterbury érsek, akinek Tamás hegyen tudjuk, hogy itt őrizzük, vagy itt van a tiszteletére szentelt kápolna, és itt Esztergomban őrizzük az erekéit. Nagyon jó barátja volt ennek a Bánfi Lukácsnak, tehát ugyanebben a korban, amikor az egyháznak a világi hatalom túlkapásai ellen küzdeni kellett, itt Esztergomban is volt egy nagyon bátor lelkű érseke. Következő, akit szeretnék röviden említeni, Boldog Özséb. Boldog Özséb Esztergomban született, 1200-ban minden bizonnyal. Egy szerény, hallgatag ember volt, nagyon okos, nagyon jó tanuló itt Esztergomban, a káptalani iskolában tanul, a székesegyházi iskolában tanul. És aztán itt Esztergomban működik papként, följegyzik az életrajzok, hogy minden nap misét mondott, ami akkor még nem volt teljesen általános, tehát voltak olyan papok, akik ezt nem tették, méghozzá nagyon szépen misézett, és emiatt rengetegen jártak az ő miséire. A Pilisben ekkor már egyre több remete volt. Különösen megsokasodott a remeték száma a tatárjárás után, aminek a borzalmai az egész magyar társadalmat megrázták. Rengeteg férfi azt élte át, lehet, hogy ő el tudott menekülni, vagy ott volt a csatában, hogy feleségét, gyermekeit megölték, vagy meggyalázták. Tehát egy borzalmas dolog pusztított végig az országon, és nagyon sok férfi úgy érezte, hogy ő nem megy vissza a normál hétköznapi életbe, hanem kiment a hegyekbe, és remeteként élt. A Pilisben rengeteg remete volt ebben az időben. És igen gyakran jártak le Esztergomba, hogy a terményeiket eladják, és hogy valami alamizsnát, ennivalót kérjenek. És tudták azt, hogy Özsébnek a plébániája, a háza mindig nyitva áll előttük. Nagyon gyakran jöttek hozzá, ebédeltek nála, kaptak tőle ennivalót, és Özsébet egyre inkább megragadja a remeték tekintete, a bennük izzó tűz. Egyre jobban benne is ez a vágy föltámad, hogy az egész életét radikálisan Istennek adja. 1246-ban kapja meg az engedélyt az érsektől, Váncsai Istvántól arra, hogy mehessen minden vagyonát, amilyen volt, szétosztja, és indul föl a Pilisbe. És az életrajz így mondja, hogy egy barlangban száll meg az első éjszakán, és hajnalban föl kell, és fantasztikusan boldog, ahogyan látja, hogy kell föl a nap, az erdő ébred, a madarak énekelnek. Annyira boldog, hogy ő is elkezd énekelni, telitorokból. És a többi remeték hallják Özsébnek az énekét, és nagyon sokan odajönnek, és örömmel látják, hogy egy új társuk érkezett. Nem sokkal később pedig tudjuk, hogy átéli azt a különleges látomást, látja a Pilisben a sok kicsi fényt, a sok remete életét, imádságát, és azt látja, hogy ez a sok fény összegyűlik, és egyetlen hatalmas lánggá egyesül, és akkor megérti a küldetését, hogy a remetéket gyűjtse össze. Így lesz ő a pálos rend alapítója. Özsébnek az életében talán az egyik legfontosabb üzenet az, hogy az Úristen belerejtett a világba egy gyönyörű harmóniát, egy gyönyörű rendet, amit énekel a természet, a nap fölkelése, az erdők. Az Úristen gyönyörűnek alkotta a világot. Az ember dolga az, hogy ezt fölismerje, ebbe a harmóniába beleilleszkedjen, eszerint éljen, ezt emberi szóval is, emberi énekkel ki tudja fejezni. Özséb ebben a harmóniában élt. A szentmiséi ezt a szépséget fejezték ki, énekelték meg.
ezért tudott maga körül is harmóniát teremteni, a sokféle remetéből közösséget létrehozni. A sok különböző lángot harmóniába, egységbe egyesíteni, összefogni. Özséb ezt kérdezi tőlünk, vagy 800 év távolából, hogy ismerjük-e ezt a gyönyörű harmóniát, amit Isten beleültetett a világba, tudunk-e szerint élni, ebből táplálkozni. És végül fölvillantok, még bár kicsit kiszaladunk az időből, két kortárs szentéletű embert, Mincenti Bíborost és Boldogmeszlényi Zoltánt. Mincenti Bíboros úr a beiktatásán Esztergomban 1945. október 7-én többek között ezt mondta itt az esztergomi bazilikában. Akarok lenni népem lelki ismerete. Hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján. Ébrezgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet. Egyház és hazám, ti lesztek életem útmutató csillagzatai. Egy igazi pásztornak a hangja, aki sziklára akar építeni egyházat és hazát, a népe lelkiismerete akar lenni. Ébrezgeti az alvó keresztény lelket. Nagyon sokféle módon megnyilvánul Mincenti Bíboros úr életszentsége, hősiessége. Amikor megkapja a bíborosi kinevezést, Márton Áron, erdélyi püspök ír neki néhány sort, és Mincenti válaszol ezekre a sorokra, többek közt ezt írja. A hely, amelyet csak engedelmességből vállalhattam, és nem kívánhattam, nem könnyű, de nehéz népünk sorsa is. A bíbor népünk hulló vérére emlékeztet. Erőm az együtt szenvedők együttérzése és imája. Amikor egy bíborosság kinevezik, akkor a népének a hulló vérére gondol, és arra, hogy talán neki is ez lesz a küldetése, hogy hősiesen helytálljon. Az egyéniségének a gazdagságából három jellemvonást emelek ki. Az egyik a abszolút puritánsága, szegénysége, egyszerűsége. Volt, aki kicsit gúnyorosan, így is nevezte őt, hogy paraszt bíboros. Nem voltak benne úri allűrök, alapvetően plébános volt, és az is akart maradni bíborosként is. Zalagerszegi plébánosként minden szerda a szegények napja volt, hosszú sorokban álltak a plébánia folyosóján a szegények. Ő mindenkit meghallgatott, gyorsan fölírt egy-két dolgot, rengeteg segítője volt. Voltak úgynevezett utca apostolai, minden utcának volt felelőse, és küldte őket ezekre a helyekre, megnézték, hogy tényleg nincs-e tüzelő, mi a probléma, és ahol tudott, ott segített. Minden héten egy napja a szegényeké volt. Szintén folyamatosan 35 diáknak a taníttatását az ő plébániája finanszírozta. És ahogy egy végzett, akkor egy újabbat mindig bevett. 35 diákot folyamatosan tanítatott. Nem véletlen, hogy ahogy esztergomi érsekké kinevezik, az itteni beiktatás után következő héten megy Budapestre a Szent István bazilikai ünnepi találkozóra, szentmisére az ottani hívekkel, de úgy határoz, hogy nem ott kezdi a budapesti látogatását, nem a Szent István bazilikában, hanem Budapestnek az egyik legszegényebb negyedében, az Augusta negyedben. Reggel oda viteti magát az autóval, ott bemegy házakba, a legegyszerűbb emberekkel találkozik, és csak utána megy a Szent István bazilikába.
háború után több nyugati egyházi és világi szerv is fölajánlja, hogy segít abban, hogy a püspöki palotát, ami rengeteg belövést kapott, felújítsák. Mindszenti határozottan elutasít minden ilyen adományt. Azt mondja, hogy az ország éhezik, az embereknek a családi házai romokban vannak, akkor nem fogja a püspöki palotát szépítgetni. Azt mondja, hogy küldjenek ennivalót, meg gyógyszert, meg kötszert. És így is történik, Mindszenti rengeteg adományt kap, ennivalót és más hasznos dolgot, amit sokfelé az országban osztanak aztán szét. 45 utáni években sokfelé éhezés volt. Alig volt az embereknek betevő falat. És Mindszenti kérte a birmálási körutak során a plébánosokat, hogy ne készítsenek komoly nagy ebédet, hanem legyen nagyon egyszerű, mert az ország éhezik. És volt olyan plébános, aki ezt nem értette meg, és nagy lakomát rendezett ott a papoknak. Mindszenti nem egyszer megcsinálta azt, hogy a leves után fölállt, imádkozott és elment. Nem volt hajlandó, amikor tudta, hogy a nép éhezik, ő nem volt hajlandó dúsan megrakott asztal mellett lakomázni. Mindig bátran kiállt az üldözöttek mellett, akárki legyen is az, és akármilyen esélye legyen annak, hogy őt meg tudja védeni. Gondolkodás nélkül az üldözöttek mellett ő ott volt. Még szombathelyi hitoktató volt, amikor bekerült oda az iskolába egy cigánygyerek. Akkoriban ez nagyon nagy ritkaság volt, és a többiek elkezdték csúfolni a cigány gyereket. Mindszenti egyszer ezt meghallotta, illetve akkor még nem volt Mindszenti, hanem Pém József a káplán meghallotta. Fantasztikus dühös lett. Oda ment, és emelt hangon jól letolta az összes gyereket, azt a cigány gyereket magához ölelte, megvédte. Soha többet a gyerekeknek eszébe nem jutott, hogy ezt a gyereket gúnyolják. Gondolkodás nélkül mindenki mellé, akit bántottak, üldöztek, odaállt. Ahogy indul a zsidók elleni hajtóvadászat Magyarországon is, akkor Mindszenti szokásává teszi az a Lagerszegen szintén, hogy a rabbival minden vasárnap délután a főtéren együtt sétál. Ez egy néma tüntetés volt, egy néma üzenet azoknak, akik tudtak belőle olvasni és érteni. Ugyanígy a szovjet frontnak az átvonulása után rengeteg asszonyt Magyarországon megerőszakolnak, bántalmaznak. Nem is tudjuk pontosan ezt a számot, de 300 ezer körül van a számuk. Egy döbbenetesen nagy szám. Senki nem mer szólni. Az állami vezetők meg vannak rettenve, a pártbarátok meg a politikai szimpatizánsok, akik a baloldalon lassanként hatalmat kapnak, szintén mélyen hallgatnak. Mindszenti egyike azoknak a keveseknek, akik kiáltanak, könyörögnek, kérnek, akik próbálnak valamit tenni a védtelen asszonyok védelmében. Így próbálja aztán az egyházi iskolákat is védeni, menteni. És hát emögött ott van egy nagyon szigorú személyes ima élet és Isten mellé, Isten útján való járás. Adventben és nagyböjtben Mindszenti hetente kétszer kenyéren és vízen böjtölt. Nagyon gyakran nem feküdt bele az ágyába, hanem az ágy mellett a szőnyegen aludt. Néha, ha másút volt, meg is döbbentek a vendéglátók, hogy az ágy meg sincs érintve. Reggel úgy kelt föl a földről, és úgy folytatta a munkáját. Hatalmas volt a munkabírása. A szombathelyi püspök egyik dispozícióban csak ennyit köt a lelkére, hogy ne dolgozz annyit. Féltette őt, hogy árt az egészségének az a hatalmas
munkamennyiség, amit ő nap mint nap végzett. Amíg csak az egészsége engedte, mindig térden állva gyont. Ha gyont, akkor letérdelt a gyontatója elé, és úgy vallotta meg a bűneit. És még inkább emeli az élet szentségét a börtönben eltöltött időszak. Az egyik papja, aki őt nagyon jól ismerte, 56-ban, ahogy ki szabadítják a börtönből, és meglátta Mincentit, hallotta egy-két mondatát, magában azt mondta, hogy Mincenti a börtönévek alatt szenté lett. Ami volt a lelkén kisebb fajta göcsört, hajlamos volt néha talán túlságosan is konfliktusokra, ezeket is lefaragta róla az ott átélt szenvedés. A legelső mondatai között, amit a rádióban mondott a kiszabadulása után, ez nem a nagy rádiós beszéd, hanem az első rövid megszólalása, többek között ezt mondta, senki iránt nem őrzök haragot a szívemben. Miután átélte a megaláztatásokat, ahogy levetköztették, verték éjszakánként, mérgettettek az ételébe, fenyegették azzal, hogy az édesanyját bántják, testvéreit bántják. A legocsmányabb módon próbálták őt megtörni. Ahogy kijön az első mondata ez, hogy senki iránt haragot nem őrzök a szívemben. Belülről valóban megszentelte őt ez a szenvedés. Hadd idézzem még egyszer az Esztergomban elmondott beiktatási beszédét. Többek között azt mondja, én is a magyar milliók ima hadjáratába, és édesanyám mostantól még szorosabbra fogott rózsafűzérében bízom. Ne veszítsétek el bizalmatokat. Tartsuk meg a mi reménységünk rendíthetetlen vallását. Rendíthetetlen pásztor volt, aki összefogta a magyar egyházunkat, vezette egy nagyon nehéz és sötét időszakban. És hadd említsem meg, csak egy-két mondat erejéig Boldog Meszlényi Zoltán, esztergomi segédpüspöknek az alakját, akinek a püspöki elmondata ez volt, fidenter ac fideliter, hittel és hűséggel. Sok mindent tudunk az ő alakjáról. Hadd említsek meg olyasmit, ami talán nem annyira köztudott. Sokkal a halála után derült ki, ahogyan kezdték az életét föltárni, hogy a fizetésének egy nagyon nagy részét, sok olyan hónap volt, hogy több mint a felét az esztergomi szegényháznak adta. Szegényeknek adta. Tudjuk, hogy ezt közösen működtette a város és az egyház. Rengeteg embernek segített. Seyfert atyának például a rokonságából két lány, akik nagyon éheztek a háború után, segítséget kért. Az édesanyjuk Meszlényihez jutottak el, a szegényházba kerültek. Meszlényi rengeteget adott a szegényeknek. Kívülről egy eléggé szigorú ember volt, azzal együtt, hogy vicces ember volt, de nehéz volt őt megközelíteni. A lelke mélyén nagyon sok jó akarat és segítőkészség volt benne. Kis Tarcsán a börtönben találkozik egy fiatal szalézi atyával, akkor már elég rossz egészségi állapotban van. Nagyon megörül az atyának, pár szót váltanak, és egy hirtelen mozdulattal a pulóvert, ami rajta volt, gyorsan lekapta, és ennek az atyának odaadta. Azt a pulóvert, ami ott néha a börtönben életet menthetett. Tudjuk azt, hogy ő is minden bizonnyal így halt meg, hogy a magánzárkájából az ablakot kivették télen, semmi fűtése nem volt, gyakorlatilag megfagyott, megbetegedett, és aztán abból belehalt. Az egyik legutolsó gesztus, ami tőle megmaradt, az ez, ahogyan a pulóverét odaadta. Egy másik nagyon sokat mondó történet, ő egy eléggé kövér
és rossz egészségi állapotú ember volt. A börtönőrök szórakoztak vele, és mezitláb a salakos udvaron futtatták körbe-körbe. Nem nagyon bírta, elel esett, elel botlott. A börtönőrök hatalmasokat röhögtek rajta, meg gúnyolták őt. És amikor befejezték ezt a gúnyolást, Meszlény oda ment néhány paphoz, akik a tér szélén álltak és döbbenettel nézték ezt a jelenetet, és egyikük megszólalt, azt mondta, hogy szegény püspök úr, mennyit szenved. Mire Meszlényi elmosolyodott, fölmutatott az égre, azt mondta, ő többet szenvedett. A legnagyobb természetességgel fogadta el a fogságot, a vértanúságot. Nem panaszkodott, nem kétségbe esett. Fidenter ac fideliter, hittel és hűséggel. Ez volt az élete. A vértanúságig apró, kicsi, hűséges tettekkel, hűséges szolgálattal. Ahogy Cserédi Justiniánnak is nagyszerű segítője volt, és meg is írta Cserédi hercegprímásnak az életét, de ugyanúgy Csernoknak, Mincentinek hűséges segítője volt. Ugyanezzel a hűséggel adta aztán oda vértanúként az életét. Esztergom szentek földje. Ezek a szentek kiáltanak hozzánk, arra hívnak minket, hogy mi is a hit sziklájára, Krisztusra, az ő szeretetére építsük az életünket. Krisztus Isten,
szenteiddel egyesülten, Krisztus Isten. Dicsőségben szent arcodat megláthassuk, s az örömet, amelyik az, s mérhetetlen. Végtelen századain át, századó, szépen köszönjük János atyának is, és Árpinak is ezt a mai estét. Egy apró kis figyelmességgel szeretném megköszönni. Valamint tekint vagy az év utolsó programja részünkről, szeretnék köszönetet mondani a Szent Adalbert Központnak, központ vezetőjének Meszlényi László úrnak, aki ugyan most nincs jelen, de aki rendelkezésünkre biztosította a helyszínt, valamint a technikus kollégájának Póca Dávidnak, akit megkérek, hogy jöjjön ki, neki is köszönjük. Előadással kapcsolatban, hogyha kérdés van, arra van lehetőség föltenni, illetve amíg a kérdésen gondolkodnak, addig egy kis kiegészítés, nem mintha János atya előadása kiegészítése szorulna, egy még két szent, akik biztosan jártak Esztergomban, legalábbis ez bizonyítja egy 100 évvel ezelőtti szentírásnak az illusztrációja, mikor is itt Esztergomban történt az a jeles esemény, hogy Jézus átadja a mennyekországa kulcsát Szent Péternek. Háttérben a bazilikában. Tehát, ha kérdés van, akkor azt föl lehet tenni. Nekem van. A régebbi legendáriumok némelyike a szentek és a boldogok mellett említ tiszteletre méltókat. Ez milyen fajta kategória? Tudjuk, hogy a szentéavatás a régi időkben nem egy hivatalos egyházi procedúra volt, hanem majd, hogy nem közfelkiáltással történt. Eleinte nem is tettek különbséget a boldog és a szent között. Tehát régi forrásainkban gyakran halljuk, hogy Beatus Petrus, a boldog Péter mondjuk, aki Szent Pétert jelenti. Hát nem volt még ennyire differenciált az egyházi szóhasználat. Ez a második évezred folyamán jön be, hogy eljárása van a szentéavatásnak, és lassan megkülönböztetik a boldogot a szenttől. És szintén az első évezredben már találkozunk azzal, hogy valakit, akit nem szentnek nevezünk, az tiszteletre méltónak, venerabilisnak mondanak. Például nagyon híres
Biblia tudósunk angol területről, Béda Venerabilis, a korai középkornak egy nagyon nagy Biblia tudósa, én a doktori értekezésemben, ami Szent Lukácsról írtam, többek között az ő magyarázataiból nagyon sokat tudtam meríteni. Tehát a szóhasználatban ez egy ilyen kicsit képlékenyebb fogalom, ahogyan most a szenti avatásban használjuk azt, hogy Isten szolgálja, amikor egy bizonyos fokig eljut a tisztelete, a szenti avatás egy bizonyos fázisába jut az ügy, attól kezdve nevezzük az illető boldogávatandó szemét Isten szolgálnak. Ez egy kicsit ahhoz hasonló, de még nem ennyire jogilag megformált fogalom, tehát egy első lépcső, vagy egy előző lépcső a szentként való tisztelet előtt. De mondom, nem jogilag körülhatárolt, inkább egy ilyen népies megnevezése szent életű embereknek. Ha nincs más kérdés, de van, tessék parancsolni. Én úgy tudom, hogy nincsenek egészen biztos információink. Tudomásom szerint a legvalószínűbb hagyomány, hogy Szent Erzsébet Sárospatakon született, azonban a lány kérés, őt 4 éves korában adják, hogy a Türingiába az ottani őrgrófnak a fiához, és ez Pozsonyban történik. Tehát Pozsonyban búcsúztatják, onnan indul el az egész menet, egy rettentő sok ajándékkal fölszerelt menet, színezüst, kád, szekerek viszik az aranyat, ezüstöt a Wartburgi várba. Az egyik célja Erzsébet megkérésének az pontosan ez volt, akkoriban II. Endre Európának az egyik leggazdagabb uralkodója volt. Az arany ezüst bányák ekkor kezdenek el igazából működni Felvidéken is és másutt is. Hogy Esztergomban járt-e, én úgy tudom, hogy erről nincsen biztos adatunk. Feltételezhető azonban, hogy mivel tatárjárás előtt vagyunk, tehát még az alapvető központ, az Árpádháznak az alapvető központja Esztergom, feltételezhető, hogy megfordulhatott rövid, de hosszabb ideig itt Esztergomban is. De úgy tudom, hogy erre biztos adatunk nincs. Sajnos elég sok témában tapogatózunk, de lehet, hogy itt kiegészít engem a régészeti oldalról, vagy más forrásokból. Igen. Köszönjük a kiegészítést. Akkor ez ennyiben erősíti azt a tényt, hogy minden bizonnyal járt hosszabb, rövidebb időt itt Esztergomban és a kis Szent Erzsébet. És tudjuk azt is, hogy az esküvője után ő hazajön Magyarországra, akkor már Gertrud halott, de II. Endre, az édesapa él. Még ekkor tudja meg Erzsébet egyébként az édesanyja megölésének a részleteit is. És többek között ekkor dönti el, hogy ő másfajta úrnő lesz, mint amilyen Gertrud volt. Tehát akkor is hazatér, és akkor is valószínűsíthető, hogy itt is megfordul. Akkor szeretném a továbbiakat hirdetni.
Tehát idei évben ugyanez volt az utolsó programunk, de a helytörténeti előadás sorozat folytatódik. A széken bizonyára megtalálták a következő fél éves programot. Január 22-ével folytatjuk, de előtte lesz még egy sorozaton kívüli könyvbemutató, ifjabb Tompó Lászlónak a Mészántás című könyvét, pedig Rafai Ernő történész fogja méltatni. Ez szintén itt lesz a Szent Adalbert Központban. És akkor még Püspök atya felé lenne egy kérésem, hogy áldás nélkül ne bocsásson el minket. Az Úr legyen veletek, legyen áldott az Úr neve, az Úr a mi segítségünk. Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtasson rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak.